Szép jó délutat kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket, Meskó Zsolt vagyok. A mai délután a Pasaréti Páduai Szent Antal templom közösségeit mutatjuk be. Mai vendégünk egy család két tagja, apa és fia, János a Gábor és János a Bence. A mai adás visszatérő témája volt az, hogy egy közösség életét azt határozza meg, hogy a férfiak száma hogyan alakul benne egyrészt, másrészt, hogy a generációk át tudják egymásnak adni a hitet. Ti mind a ketten a közösség aktív tagjai vagytok. Ez hogyan alakult nálatok, Gábor? Bencének hogy lehet átadni egy hitet egy kamasznak, egy fiatalembernek? Te hogy beszéltél erről? Hogyan vetted rá arról, hogy maradjon a templom közelébe, járjon a templomba? Szerencsére nem kellett rávenni. Elég fiatal korában, 2-3 évesen már úgy vonzódott Hovis mise környékére, már akkor rohangált a lépcsőkön, mint minisztráns, és ez szokás, ez megmaradt mostanra is. És igazából nem kellett biztatni, tehát emlékszem arra, amikor egyszer talán 2 éves lehetett, amikor egy szentmisén letérdelt a hívekkel. Míg a többi gyerek rohangált, ő szép nyugodtan letérdelt, úgy, ahogy a felnőttek. És akkor éreztem, hogy talán ebből lesz még valami. És hát lett, úgy tűnik. Bence, te emlékszel például erre, hogy 2 éves korodban mit csináltál? Hát őszinte leszek, nem. De arra emlékszem, hogy tényleg nagyon régóta tartozunk Pasaréthez, szóval tényleg az ovis miséken már minisztráltam, ott tanultam meg csengetni, hogy 1-3-3-1 például, ez nagyon sokáig ilyen kavalkád volt a fejemben. Szóval hogy arról vannak még emlékeim, de a 2 éves letérdelésemről egyáltalán nincsen. Arról is beszéltünk korábban, hogy 20 éves koruk körül a fiatalok elhagyják az egyházat, főleg a fiatal férfiak, vagy sokan kibérmálkoznak. A bérmálás után a hintancsoportok fele elpárolog a közösségekből. Te miért maradtál ott 20 évesen? Én nagyon sokféleképpen kötődöm Pasaréthez. Szóval, amellett, hogy oda jártunk templomba, én ott kezdtem el például cserkészkedni 2007-ben, az is most már 13 éve, azóta már Margit körúton vagyok, de például a cserkészet révén is ugye Pasaréthez kötődtem. Akkor ugye közben elkezdtük csinálni Pasarétnek a média részét, az is valamilyen szinten oda kötött. És meg hát ugye ez egy ilyen családi közös idő volt ez is, hogy elmentünk együtt a misére vasárnaponként. És nem csak vasárnaponként, hanem például az ilyen nagyobb ünnepeken, Szent Ferencnek például a tranzitusára, meg az ilyen misékre is közösen eljártunk. És ez így megmaradt a mai napig is. Gábor, amikor egy 20 éves fiúval együtt mész misére, akkor te hogy érzed a közösségben? Ez ritkaság? Vagy ez természetes, hogy a apák a 20 éves fiaikkal, lányaikkal, ugye hugod is oda jár, feleséged is, tehát hogy ilyen így együtt mentek? Hát én úgy gondolom, hogy természetes kellene, hogy legyen. Nekem egészen azért nem volt az, mert én vegyes házasságból származom, édesapám református, édesanyám révén lettem romai katolikus, egy bakonyi kis faluban. És hát mi jártunk misére, nyilván édesapám nélkül, mert hát ő ugye nem jött velünk. Tehát nekem ez a katolikus család élmény, ez igazából itt Pasaréten alakulhatott ki, kicsit már ehhez képest öreg fejjel. Tehát az esküvőm után kerültem Pasarétre, és azóta van ez a katolikus család, egész család együtt misére megy kép bennem, és ezt úgy igyekszünk azért ápolni, és tényleg a szentmisék nagy részében együtt megyünk. Hát nyilván lehetnek külön programok, hétvégi program, egyéb elfoglaltságok, amiatt esetleg valaki nem tart velünk, de azért az esetek nagy részében együtt megyünk. Otthon milyen a hitéleti nevelés? Tehát most ez nagyon kategórikusan hangzik, hogy van-e hitéleti nevelés a családon belül, de beszélgettek arról olyan kérdésekről? Tehát Bence, például neked voltak olyan kérdéseid, amit az Isten létével, a hiteddel, a templommal kapcsolatban izgatott, és akkor oda mentél anyához, apához is megkérdezted? Tehát volt erre a példa? Hát, ha volt is, akkor az nem igazából így mostanában volt, hanem inkább kisebb korban még. Amikor így annyira fejben nem fogtam fel ezt az egész dolgot, hogy mi is hogyan történik. De mostanában így nem nagyon van, mert minden kérdésre megkapom a választ, Pasaréten vagy más közösségekben. Igazából talán nem erőltetik különösen ezt a nevelést. Katolikus óvodába, ökumenikus óvodába jártak mind a két gyerekünk,
és ott igazából megkapták az alapokat. Nyilván megadtuk hozzá a hátteret, de igazából mi szigorúan véve a közös családi esti imákon kívül nem erőltettük ezt különösebben, rájuk bíztuk, bizonyos szintig nyilván. Ha nagyon el akartak kallódni, akkor azért a fejükre csaptunk, hogy vissza. De erre szerencsére nagyon ritkán volt szükség, és így mind a két gyerek ugye kötődik Pasaréthez velünk együtt. Mind a ketten részt vesznek úgymond közösségi aktivitásokban. Bence minisztrál, média munkák területén vesz részt, színjátszó tagja, felolvasó, színjátszó tag vagy. Mi az, ami elindít egy férfit arra? Tehát sokan a férfi közösségből eljövünk a misére, ott vagyunk, de az, hogy kilépjünk mondjuk az oltárhoz, felolvassunk, minisztráljunk, te is rendszeresen felolvasol, vagy hogy elmenjünk a színjátszóba, ez már ilyen távoli valóság. Titeket mindított erre, Bence? Hát nálunk először a húgom kezdett el igazából ugye a színjátszó körbe csatlakozni, és hogy így mesélt az élményét, hogy mennyi embert megismert, milyen jól érezte magát a próbákon. Igaz, hogy elfáradt, de megérte, mert amikor oda kiléphetett a színpadra több száz ember elé, akkor milyen jó érzések jöttek elé. És utána ugye édesapám meg édesanyám is elkezdett szerepelni, én akkor még abból a színdarabból kimaradtam, mert talán pont nem értem rá. És akkor ők is mondták, hogy ez mennyire jó, hogy próbáljam ki. És ez egy ilyen tök nagy lehetőség volt nekem is, hogy egy új közösség, nagyon sok új embert megismerhetek, és akkor igazából így jött, hogy akkor a Pasaréti Passió volt az első előadástán, amiben szerepeltem, és tényleg megtapasztaltam azt, amit ők is emlegettek. És ez mi volt? Mi ez a különös tapasztalás? Hát nagyon sok olyan embert ismerhettem meg, akikről eddig csak így hallottam, hogy így pasarétiek. De így igazából így nem tudtam például, hogy mivel foglalkozik, vagy hogy igazából így milyen is vele beszélgetni, mert így találkoztunk, köszöntünk, hello, szia, és akkor így elmentünk egymás mellett. És az ilyen próbák alatt nagyon jó alkalom például, hogy beszélgessünk olyan emberekkel, akikkel korábban csak így futtában találkoztunk. Tehát tulajdonképpen egyfajta generációk közötti átjárást is biztosít, Gábor? Például a színjátszó? Szerintem igen. Igen. Nagyon örültem, mikor együtt léphettünk színpadra, és annak különösen örültem, amikor elmesélte, hogy a 19-es passióban, mikor római katonát alakíthatott, hogy milyen katartikus élmény volt nem a színpadon lenni, hanem Jézus mellett átérni az ő szenvedését közelről. Ez nagyon, nagyon megindított engem is, hogy ilyen élményt tudott ő ott a közvetlen közelébe magára hozni. Én kicsit messzebb voltam, engem is megérintett az előadás, de a távolság miatt annyira nem. De ő test közelből tapasztalta meg az ütlegeket, és minden egyebet, ami a passiónak része. És nagyon örültem, hogy ilyen mély hatással volt rá. Tehát nem csak színészként, szereplőként élte meg, hanem tényleg élő szerepként. Tehát nem csak egy színházi szerep volt számára, hanem hogy a lelke mélyéig meghatotta, amit ott átélhetett. Tehát tényleg katartikusan hatott rá. Ez egy különös élmény, amikor valaki a saját élményét a mellett ülő édesapja szájából hallhatja viszont. De halljuk meg a tiédből, és neked milyen volt római katonaként ott állni Jézus mellett? Nagyon fura érzés volt, hogy igazából amit eddig csak így a Bibliában olvastam, vagy így a templomban, akár egy evangélium során hallottam, azt most így magam előtt képileg is láthattam. Én előtte nem láttam, ha jól emlékszem, nem láttam előtte a Passió című filmet magát, szóval nekem az a Passió előadás, az így az első képi passióm volt. És tényleg egy nagyon különleges érzés volt. Én voltam például az egyik katona, aki utána leemelte a keresztet, és az is egy ilyen... Nagyon nehéz ezt igazából kimondani, hogy milyen érzések mentek át akkor az emberben. És ezt inkább így utólag értékelt át az ember, hogy test közelből lesz így átélni, és milyen lehetett korábban az embereknek, meg hogy tényleg nagyon mélyen érintett. De nagyon jó is volt egyébként, hogy egy ilyen szerepet kaptam, mert így tényleg jobban átélhettem a színdarabot. És magát Jézus életét is. Igen. Gábor, hogyha egy mondatban tudnád valakit biztatni arra, hogy vállaljon közösségi jelenlétet, felolvasást egy misén, vagy egy közösségbe való jelenlétet férfiként, akkor mit mondanál neki, hogy miért tegye? Hát számomra meghatározó dolog, hogyha az oltárnál tudok szolgálatot teljesíteni. Gyerekkoromban is minisztráns voltam, igaz, hogy én csak 14 éves koromig, mert akkoriban ez volt nálunk a szokás, és a felolvasási igényem, hogy felolvashassak, ez is nekem abból maradt, hogy sok-sok évtized kihagyása után újra odállhattam az ambóhoz, és felolvashattam a napi szentleszkét vagy olvasmányt.
És először reszkető lábakkal, most már nyugodtabb szívvel állok oda ki. Meg is mosolyogtak, mikor látták, hogy remeg a lábam az első felolvasásom alkalmával, meg is kaptam utána otthon a fejmosást, hogy hogy mozgott a lábam, de nekem akkor is hiányzott már, hogy végre felolvasassak, mint gyerekkoromban sokszor megtettem. Tehát a bátorság kell a szolgálathoz, Bence? Amikor valamennyire igen, mert amikor én még nem olvastam Pasaréten, és hasonlóan is először kezdtem el így olvasni 12-13 évesen, akkor emlékszem, hogy hétköznapi misékre például azért is lementem, hogy gyakorolhassam az olvasást a misén. És egy hétköznapi misén ott volt 20-30 ember, de azért már akkor is így bennem volt egy izgalom, egy ilyen teljesítési vágy, hogy szépen olvassam föl, hogy tényleg úgy adjam át az embereknek az olvasmányt, vagy a szent leckét, vagy akár a hívek könyörgését, ahogy az ott tényleg le van írva, hogy azt át kell adni. És időről időre, ugye vasárnapi miséken is elkezdtem olvasni, hasonló érzésekkel kicsit így, ezért így bizonytalannak éreztem magam, de olyan kellő bátorsággal kiálltam, elolvastam, felolvastam, és úgy voltam vele, hogy ha hibázik is az ember, akkor is átadja valamilyen szinten ezt az olvasmányt, vagy szent leckét. Hát nagyon szépen köszönöm János a Gábornak, János a Bencének, hogy egy apa és fiú példáján keresztül elhoztátok nekünk azt, hogy milyen utak nyílnak egy férfi számára az egyház közösségben, a szolgálatban, és biztattatok a nézőket, hallgatókat.